Úgy terveztük, hogy aki bejön hozzánk, az egyszerre látva ezt a képet, megérezzen, megértsen valamit abból, amit ebbe az otthonba szeretnénk végezni. A kép bal oldalán az egész a hal őskeresztény szimbólumába, jelképébe van belerejtve. A kép bal oldalán félbe maradt, vagy félnek látszó emberek vannak, jelölik azt a sokfajta sérülést, amivel mi emberek mind küszködünk, és ebbe az otthonba a gyerekek és az idősek szinte összegyűjtve vannak. A kép jobb oldalán pedig egy családot akar, egy keresztény családot jelképezni a lelkésszel, a gondozó ápoló nővel és a gyermekkel, akik otthont szeretnének teremteni azoknak, akiket különféle elesettségek, nyomorúságok, betegségek, sérülések tettek az életnek talán a szélére, perifériájára, és az egészet a kereszt és a Krisztus ölelné át. Mindjárt megyek.
Csabi is fordulj, vagy csak az? Hát 1952-ben kezdtem itt a munkát, akkor Sztélo Gáborral, aki a Magyar Evangélikus Egyházban a fogyatékos gyerekekkel kezdődő munkát a korábbi munkaterületének megszűnte után, amit az ő életrajzából ismerünk, a fiúk városát alapította meg a háború után. Ez megszűnt, és akkor kezdte el a fogyatékos gyerekekkel való munkát ezekben az épületekben, amelyek korábban diakonisza anyaház tilját szolgálták. 1952-ben a diakonisza anyaházak megszűntek Magyarországon, így ez az épület is felszabadult. Először 20-22 fogyatékos gyerekkel kezdődött itt a munka a Vörös Hadsereg úti épületben, majd később a Modori úton, és egy évvel később pedig már ebben az épületben is, ahol most vagyunk. Az egész intézet történetére rányomta mindig a bélyeget a gyermekekkel való foglalkozás, vagy mint láttam, van egy szárnyal, hogy idősek is vannak. Hogyan jött ez a kettő egymás mellé? Nagyon hamar. Az épületek egyik részében korábban is, még a diakonisza anyaház idejében is volt idősek gondozása. Ez a munka is folytatódott Sztélo Gábor vezetése alatt, az arra alkalmasabb épületben. Sztélo Gáborról nagyon sok monográfia, leírás, megemlékezés volt, illetve készült róla írás. Mégis, mint egykori munkatárs, hogy emlékszik vissza Sztélo Gáborra? Nagyon sok szeretettel. Igen nagy ember volt. Őszinte keresztény ember volt.
Abban az időben valóban hitből éltünk, hiszen anyagi lehetőségei akkor az otthonnak igen szűkösek voltak. Minden felszerelésből igen kevés volt, az is hiányos. Volt olyan időszak, amikor a tejszámlát nem tudta kifizetni az otthon, csak úgy, hogy a munkatársak adták össze az összeget, nem vévén föl a fizetésüket abban a hónapban. Mégis, sok derűvel, hittel, bizakodással folyt ez a munka, ami akkor sem volt könnyű. Nehéz anyagi körülmények között, nehéz munkatársi feltételek mellett, hiszen csak egy páran voltunk, és bizony nem 8 órát kellett dolgozni, hanem ennél jóval többet. Maga Sztélo Gábor is kivette a részét a munkának minden ágazatából, volt, amikor ő volt az éjszakás nővér. Alatt, mikor volt az anyagi mélypont, és most ebben a szorult időben milyen kilátások vannak? Hát talán mindjárt a kezdetén volt igen nehéz az anyagi helyzet, később ez egy kicsit stabilizálódott. Talán onnan is, hogy jobban megismerték az otthon munkáját a gyülekezetekben, külföldön is. Aztán kezdtünk kapni innen-onnan segítséget, az állammal való szerződés is megköttetett, akkor már volt egy biztos anyagi forrás, a gyerekekért fizetett gondozási díj, amit az egészségügyi minisztérium utalt át. Építkezésre, felújításra viszont csak céladományokból lehetett gondolni. Az az összeg, amit kaptunk a gyerekek gondozásáért, az élelmezésükre, ellátásukra, gondozásukra volt csak elég. Hát kérdezem meg azt, hogy anyagiak után érdeklődve a gyülekezeteink, mi az Evangélis Egyházhoz tartozik az intézet, mennyire tudnak ebben részt venni? Százalékosan is, ha lehet. Sajnos nem nagyon derűs ez a kép. Vannak gyülekezetek, akik rendszeresen küldenek adományokat, de ezek száma bizony kevés. Az otthon mindig kész volt arra, és ma is az, hogy ha meghívja egy gyülekezet az otthon munkatársai, gyerekeit, akkor szívesen megyünk el ismertetni ezt a munkát. Szívesen fogadunk látogatókat is, ahányszor csak jönnek. Sajnos igazán a nagy intézmények nem helyeződtek a gyülekezetek szívére. A kisebbek, ahol egy-egy gyülekezet tartja fenn az otthont, ott szorosabb ez a kapcsolat. Az, hogy gyermekekkel történik a foglalkozás, anyagilag nem befolyásolja az egészet? Most gondolok arra, hogy egy szeret otthonba, egy idős otthonba beköltözik valaki és hozza vagyonát. Mi itt a helyzet? Az idős gondozottaknál nálunk is ez a helyzet, persze az a vagyon nem mindig egy jelentős összeg, hiszen nálunk kis nyugdíjból élt idős emberek vannak, akiknek a gyermekei sem olyan igen jó módúak. Tehát a nyugdíjuknak 80%-át lefizetve nem egy nagyon jelentős összeg, ami a zsebünkbe kerül. Anyagoknál maradva, milyennek az elmúlt 36 évnek a külföldi segítségei? Hogy volt ez? Tulajdonképpen rendszeresen jöttek az otthont látogatni, NDK-ból, NSK-ból, Finnországból, és miután látták az itt folyó munkát, erről sokszor megelégedéssel is szóltak, későbbiekben nyújtottak is hozzá segítséget. A Finn Egyháznak köszönhetjük, hogy az gyermeképületben a központi fűtés megindulhatott. A tornaterem, a foglalkoztató és az új szárny épülete pedig a Bajor diakóniának. Ezen kívül rendszeresen is kapunk NDK-ból vagonszám adományokat, különböző bútorokat, szükségleti cikkeket. Thank you.
hogyan tudták ezt a különlegesen nehéz feladatot ellátni? Az Úristennek hála, mindig volt az otthonban egy kicsiny mag, az úgynevezett törzskárta. Ezek a munkatársaim velem együtt nem átmenetnek, nem csak egy rövid időszakra szóló szolgálatnak, hanem élethivatásnak tekintették ezt a munkát, és mint ilyent végezték, hosszú évtizedeken keresztül. Ez volt az a mag, amelyik a terhek nehezét is hordta. Mellettük mindig voltak olyanok, akik csak rövid időre, egy pár hónapra vagy egy-két évre vállalták ezt a munkát. Tulajdonképpen sokan soha nem voltunk. Sejner Tamás vagy. Mikor végezted a teológiát? 4 éve. 4 éve. És itt dolgozol? Itt vagyok, és másfél éve már. Kitölti az életedet ez a szolgálat? Ez olyan kettős szolgálat, mert így kivel is szolgálom az öregeket, meg a gyerekeket, meg ellátom a testi szükségleteiket, és igen, nagyon fontos. Amúgy szükség van, úgy érzem, hogy szükség van itt rám szolgálatomra, és ez adja meg az értelmét ennek a munkának. Azon nem gondolkodtál, hogy nem jobb lenne egészséges gyermekek között dolgozni, többet produkálhatnám velük? Mert a mai emberek úgy vannak, hogy szeretnek produkálni. A mai világban mindenki produkálni akar, a csúcsot akarja mutatni, és hát ilyen elesett emberek között hogy érzed ezt, a kárpótlást, vagy egyáltalán lehet ilyesmiről beszélni? Ők többet adnak kárpótlásban, úgy érzem. Szóval ők sokkal több szeretetet tudnak kifejezni, mint egy normális ember, egy akármilyen szellemileg épp gyermek. Nagyon sokat kapok tőlük a munkájukban, munkám során. Neked van már családod? Igen, egy 3 éves kis egészséges? Fiam van. Egészséges, igen. Amikor kezdtem a munkát, akkor na jó volt hazamenni az egészséges kisfiamhoz, de ugyanakkor jó eljönni is ide hozzájuk, mert ott is szükség van rám, neki, de ennek a gyereknek is szükségük van. Érezni, hogy hálásak a szeretetért? Mondjuk magasabb szinten, mint egy élőlény? Mert sokan vannak közülük, hogy teljesen elesettek. Hogy látod ezt? Az itteni gyerekek részéről a hálát, az örömöt? A hálát a saját szintjükön ki tudják fejezni. Egy-egy mosolyban, vagy egy simogatásban sokkal mélyebb érzés van, mint egy egészséges egy gyereknél esetleg. Sokkal nyíltabbak az ember felé, és nyíltságot is kérnek, nyíltságot kérnek az embertől. Nem lehet színészkedni. Úgy kérik az embert, úgy kérik a gondozót, ahogy van. Pénztárban dolgozom. Van-e valami különlegesség abban, hogy itt dolgozik, vagy bárhol máshol is lehetne egy pénztáros? Biztos, hogy van benne különlegesség. Tulajdonképpen én Istentől kaptam ezt a munkahelyet. Tudtam azt, hogy itt keresnek dolgozókat, és a barátnőm már itt dolgozott, és ő elmesélte, hogy itt tulajdonképpen mi van. És egyszer kijöttünk szétnézni, megkérdezni, hogy van-e még fölvétel, és aztán megnéztük az otthont, és az otthon vezetővel beszélgettünk, ő mondta, hogy van fölvétel, és hogy nagyon keresnek olyan dolgozókat, akiknek szívügyük ez a munka, és hogy ez a munka mit jelent, azt tulajdonképpen akkor tudtam meg, amikor ide kerültem, úgy igazán. Volt elképzelésem róla. Egyszer voltam gyerekkoromban egy ilyen jellegű otthonban, láttam, hogy milyenek a gyerekek, de én viszonylag távol vagyok a gyerekektől, de nagyon szeretem a gyerekeket. És aztán ez volt a kérdésem, hogy Isten hol szeretne látni, hogy mi a dolgom. És,
És aztán megkaptam a választ, hogy eljöhetek ide, és hogy itt van a helyem, ő is itt szeretne látni, és ő maga mondta azt, hogy itt szeretne megáldani. És nagyon... Bocsánat, mit ért az alatt, hogy viszonylag távol van a gyerekektől? Azt értem, hogy nem közvetlenül a gyerekekkel foglalkozom. Tehát gyakorlatilag én csak papír munkát végzek lent az irodába, és a gyerekek egy másik épületben vannak, de az olyan jó, amikor elszaladnak az ablak alatt, megállnak, és mindenféle figyelemfelkeltő mozdulatokat és hangjelzéseket bekiabálnak hozzám, beintegetnek. A munkája? A varodai munka mindenféle. Hát most helyettesítem a főnökömet. Miket csinálnak? A gyerekeknek a ruháit varjuk, akkor vasalunk. Mosókonyha is a varodához tartozik, mert azok a ruhák, amiket ott kimosnak, azokat mi teregetjük fel a padlásra, és ebbe a gyerekek is segítenek. Hát azon kívül raktáros munka van. A gyerekek ruháit elrakni, meg amiket kapunk adományba, meg az ilyen tisztítószerek mosogatáshoz, meg mindenféle ilyesmihez. Profitál-e valamit ez az intézetnek, ez a varróműhely, vagy csak a rehabilitáció és az elfoglaltság a feladata? Persze, természetesen, hát végül is nagyon keveset költünk a gyerekeknek új ruhára, csak hogyha az is nagyon ritkán, hogyha kórházba kerül valaki, akkor és muszáj egy papucsot vagy egy köntöst venni, akkor hát esetleg az, de más mindent megkapunk. Sőt, még új ruhákat is külföldről, meg hát Magyarországról is úgy. Hogyan jutott el arra az elhatározás, hogy itt dolgozik? Kis életrajzot. Hát én egy varodában dolgoztam szalag mellett, és mielőtt idejöttem az előtti egy-két hónapban, sokat gondolkoztam azon, hogy mi is az életemnek az értelme, és egyáltalán én valami értelmeset szeretnék csinálni, nem ezt az állandó robotmunkát, amit tulajdonképpen végül is szerettem csinálni, amikor azt tettem, de mégis valahogy az volt az érzésem, hogy itt dolgozok, hajtom magamat, de mi értelme van. Mások meggazdagodnak rajta, mi meg annyit látunk belőle, amennyi. Éppen, hogy elég a megélhetésre, és hogyha nem a szüleim elélnék, nem tudom, hogy jönnék ki belőle. És akkor hallottam egy ismerősömtől, hogy létezik ez az intézet, és hogy itt sokat kell dolgozni, és keveset fizetnek. És akkor gondoltam, hogy hát jó, végül is én itt is keveset fizetnek, és sokat dolgozom, hát milyen lehet az a másik hely, és mi lehet ott. És akkor gondoltam, hogy eljövök egyszer, megnézem. Előtte egy pár évvel már jártam egy hasonló otthonba, az egy állami otthon volt, ott is van egy ismerősöm, és ővel jártuk végig az osztályokat, és megmutatták a gyerekeket, és akkor kezdett nekem szimpatikus lenni, vagy kezdtem meg szeretni ezeket a gyerekeket, mert előtte el se tudtam képzelni, hogy milyenek ezek, és inkább féltem tőlük, mint hogy hát szeretett lett volna feléjük. És akkor egyszer ide kijöttem, és akkor nyomba, hát Sanyi bácsi egy kicsit határozott, vagy túlhatározottan is, vagy hát nem is tudom, úgy mondta, hogy majd egyből megbeszéltük, hogy na hát akkor emberi számítások szerint én mikor tudnék jönni, hogyha lejár amott a felmondásom, és akkor tetszett is nekem ez az intézet, de végül is meg is ijedtem egy pillanatra, hogy mondom, hát én ezt ilyen konkrétan, azért nem gondoltam, hogy rögtön az első látogatás után megmondom, hogy na én akkor ide jövök, mert azért ezen egy kicsit nem árt elgondolkodni. És akkor este az az ige volt, hogy én rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. És mielőtt megtörtént volna ez a látogatás, mert sokat gondolkodtam rajta, hogy most vajon Istennek ez az akarata, hogy ide jöjjek, vagy mi. Mert az előtte levő hónapokban gondolkodtam azon, hogy vajon hol akar látni. És úgy sok minden indított még ezen kívül is, hogy jó volna elmenni arról a helyről.
azt láttam, hogy Isten nagyon szeret minket. És hogy amikor szükségünk van, akkor ő kirendeli nekünk. Egy éneket tanultunk itt az énekkarba, és ami nagyon megfogott, és nagyon, szerintem erre az intézetre is nagyon valóságos. Van egy ilyen mondata, hogy kirendelsz testi, lelki jót, és ezt tapasztaljuk. Éljük azt, és volt egy olyan időszak, amikor bizony, igen, szűkösek voltak a kereteink, de minden napra megkaptunk mindent, amire szükségünk volt. Anyagilag jól jár, hogy jobban jár, hogy itt pénztáros, vagy egyenesen hátrány? Nekem személy szerint nagyon nagy élmény volt az is, hogy amikor ide kerültem, akkor én sokkal jobban jártam. Tehát gyakorlatilag, ha a konkrét fizetésemet nézzük, akkor az messze magasan van ahhoz képest, amit az előző munkahelyemen kaptam, és azon kívül pedig nagyon sok szeretetet, figyelmességet és kedvességet tapasztalok itt úgy a főnökeim, mint a kollégáim részéről. És ez azt hiszem, hogy még az anyagiakon messze is kárpótolja az embert. Köszönjük, hogy dolgozik itt. Ez nem olyan sok pénz. Megvan? Igen. Mióta dolgozik itt? 2,5 éve dolgozok itt. Eddig Pilis Csabán voltam, és most kerültünk be családdal együtt ide a Vörös Hadsereg útjára. Valami köti, hogy ilyen munkahelyen dolgozik, vagy csak véletlenszerű ez, hogy hát, ilyen gyermek otthon? Köt, igen. Szólnál róla egy pár szót? Hát, családomon keresztül jöttünk kisfiunk betegsége által, és hát úgy éreztük, hogy ebben a szolgálatban szeretnénk állni, és úgy kerültünk ide ebben a szolgálatban 2,5 éven. Tulajdonképpen mit dolgozik? Tulajdonképpen gondnok voltam ki Pilis Csabán, most itt a konyhán fogok dolgozni tovább. Felesége? Feleségem az ápolón. Itt dolgozik a 5-ös osztályon. Thank you.
ide, akkor mint osztályvezető nővér. És aztán hamarosan, rövidesen főnővér, és aztán már intézetvezetője, ez is ment följebb. Tessék egy pár szót szólni, mi itt a helyzet? Mi volt itt a helyzet, mennyi gyerekkel foglalkoztak itt, és miért van esetleg arról szó, hogy felszámolják ezt? Hát mi foglalkoztunk, 35 gyerekkel költözött ide a Bonyhádi otthon, akkor már beteg gyerekekkel, és még itt volt 20. Hát mindig, ugye ez egy régi épület, körülbelül 100 éves, mert azelőtt a Diakonisza Egyesületnek volt ez a konferenciázó helye. Fébének. Fébének, igen. Itt 600 embert is elhelyeztek, de hát ilyen körülmények között, ugye? Csak azért, szóval szebben el volt az udvar is rendezve, szóval az egészen más volt. Akkor átvette, 51-ben átvette a bányászüdülő lett. Bányászok átvették, akkor nagyon tönkretették, és rövidesen visszaadták az egyháznak. És akkor Széló Gábor igazgató ilyen gyerekeket hozott ide. Próbálták egy kicsit ugye szebbé tenni, de hát újat nem tudtak építeni. És hát azóta megy az otthon így, ahogyan megy. És most mi az a nagy keserűség, ami szívét nyomja? Felszámolás. A gyerekektől való elválás. Az nagyon nehéz. És ezt mit teszi indokoltá? Ön látna valami racionális lehetőséget arra, hogy ezt megakadályozzák, vagy másképp legyen? Hát a vezetőség azt mondja, hogy nem tudja másképp, mert tulajdonképpen ők központosítani szeretnék. Budapesten legyen ez, ahol hát elérhetőbb, ugye hát én sem dolgozom már tovább, és nincs utánpótlás. Az utánpótlás az a munkatársakban volt, vagy miben? És vezetőkben is. Szóval a környék nem tudott olyan jó munkatársakat adni. Hát a Pilis Csabaiak között van azért jó munkatárs, és még ma is itt vannak, de a közeli falvak, Tinnye, Jászfalu, ott nem kaptunk megfelelő dolgozókat. Na most egyébként a dolgozóknak mi volt itt a szakképzettsége? Szakképzettsége? Hát voltak, hogy itt tanultak szakképzett nővérek. Hát egy szakképzett nővér jött ide, aki már most bement a központba, és hát mindig egy 2-3 szakképzett volt. Na most itt, hogyha esetleg fölemelnék jobban a támogatását, tehát többet tudnának fizetni embereknek, azért csak jönnek, ez egy gyönyörű hely. De azért is sajnáljuk, hogy ez végtelenül, hát szóval szívünkhöz nőtt, és nagyon szép hely. És ezt érdemes volna szerintem is. Hát azért helyrehozni, és lenne. Hát a gyerekek itt többet tudnak szabadba kint lenni, és nagyobb a helyük, mint ott Budapesten. Anyagilag hogy állt az intézet? Milyen támogatásokat kapott, és honnan? Mi támogatást itt nem kaptunk, Pilis Csaba. A Budai Szeretet otthon kapott. Tehát külföldi egyháztól sem jött ide az elmúlt időben támogatás? Holland csomagok jöttek, vagy német csomagok, ami direkt Pilis Csabának szólt, az ide érkezett. Most gondolok... A Evangélikus Szeretet Otthon címére jöttek a dolgok, akkor az oda ment. De most gondolok ilyesmire, hogy beruházás. Tehát ide valami beruházásra nem jött soha? Hát azt nem mondhatom, hogy nem jött, mert németek, svájciak, azok jöttek és adtak. Például a nővér otthont ő építették a svájciak, és a németek pedig hát bebutorozták, az az egy volt, amit tényleg hát... Ez melyik német egyház volt? Hát nem kellett nem, meg, nem, NSZK. NSZK volt. A másik kérdés az, hogy most tudom, hogy tudtommal van itt 3 német fiatal, aki itt dolgozik. Milyen céllal vannak itt? Hát a kedves igazgatójuk helyezte ide, amikor tavasszal, azt hiszem nyár elején volt itt fiatalokkal, és
hát nem is tudtunk velük németül beszélni, de ő látta azt, hogy itt megfeszített munkával dolgoznak azok a páran, akik itt vannak, ugye, mert még minden gyerek itt volt, mind a 70. Most is még nehéz, mert már sokan elmentek a dolgozók közül, állást kaptak, és nem is tudtuk azt. Szigitán megérkezett, jönnek németek, hát szoktak jönni egy hétre, két hétre, de hogy addig, amíg ez az otthon áll, hogy addig jönnek segíteni, hát szóval ez hihetetlen volt a mi számunkra. Először jött kettő, és azután jött a harmadik, mikor ezt megtudtuk, hogy ők végig itt maradnak, és tényleg nagyon megfeszített erővel, gyerekek szeretett, tehát az, ami bennük van, és amit megmutatnak a gyerekek iránt, hát az igazán nagyon megdöbbentő számunkra, és hát nagyon hálásak vagyunk azért, hogy itt vannak. Pirosa testvér, ezek a németek honnan kapják, kapnak valami fizetést, hogy honnan kapnak, hogy dolgoznak itt? Az igazgató azt mondta, hogy ott vannak fizetve, és ott lesznek fizetve az NSZK-ba. Szóval mi nem adunk. Fog élni tovább, vagy gondolkodott már ezen? Nem. Itt hogy tervezte? Hát tényleg erre így nem gondoltam. Mert azt mondtam, hogy amíg itt egy gyerek lesz, addig én itt leszek velük. Tovább nem tudom. Bibliaóra. Minden második héten tudunk összejönni. Nagyon jó lehetőség kezd adódni a nővérszálon belüli kis közösség számára, ahol tulajdonképpen helyileg is lehetőség van arra, hogy alkalomszerűen is, akár szervezetten, akár spontán összejöjjenek és egymással kapcsolatot teremtsenek. Beköltözött egy család is. Tehát olyan családiasság kezd válni annak az otthonnak, annak a nővérszállónak a tulajdonképpeni légköre. A gyermekek gondozásában
szakképzett emberek is segítenek minket, gyógypedagógusok, gyógytornászok, és olyan gondozó nők, akik erre szakképesítést nyertek. Itt a központunkban jelenleg 84 beteg gyermeket gondozunk, sérült gyermeket gondozunk. A Piliscsabai gyermekotthonunk pedig ebben az évben hivatalosan befejezi a működését azzal, hogy itt Budán, a mi területünkön építünk majd egy olyan új otthont, ahol ezt a munkát az eddigi méretekbe folytatni tudjuk. 70 idős embernek adunk mi. Az utolsó években, évtizedekben olyan gondozást, amit ezek az idős testvéreink megilletnek tőlünk, hogy nem csak élelmük, meg szállásuk legyen, hanem valamit kapjanak abból az emberségből is, amit mi keresztények oda tudunk kínálni hitünkből, szeretetünkből ezeknek az idős testvéreinknek. Ennek a szeretet otthonnak, aminek a vezetője vagyok, volna még egész egyházunk szeretet szolgálatában a jövőre nézve egy olyan feladata is, hogy részben a diakónus munkás képzést irányítsa, vezesse, részben pedig az országban lévő evangélikus szeretet intézményeknek valamiképpen a szakmai és másfajta irányítója is legyen. Nekem az az álmom, hogyha Isten engedi, és a falakat rendbe hozzuk. Tehát az épületeket, amik meglehetősen rossz állapotban voltak, rendbe hozzuk, aminek már háromnegyed részénél tartunk tulajdonképpen a 2,5 év alatt. Ha Isten erőt ad, mondom, akkor a falakon belül lévő életet szeretnénk tovább munkálni, azt a minőséget javítani, ami tulajdonképpen a mi szolgálatunk lényege, tehát jelesen az itt dolgozó testvérekkel többet foglalkozni, és az itt élő gyerekekkel és fölnőttekkel is. Nagyon remélem, hogy most még csak organizátoruk, meg javarészt gazdasági vezetőjük, de egy idő múltán papjuk is tudok lenni a rám bizottaknak. Ön számára. Nekem a gyerekek mindig olyan szívvel, lélekkel csinálják, hogy az külön öröm az embernek, amikor ezek a kis gyerekek énekelnek és élvezik az egész. Most, ha
ha nem haragszik, egy kis összevetést. Ugyanezzel az befektetéssel, vagy kevesebb befektetéssel egészséges gyermekekkel talán még többet is el lehetett volna érni. Én ezzel nem lebecsülöm ezt, de mégis mi adja az erőt ahhoz, hogy ennyi energiát fordítani ezekre a gyerekekre? Hát, mi adja? Tulajdonképpen, ha nagyon egyszerűen akarom azt fogalmazni, akkor azt mondom, hogy a hit. Nem? Hiszünk abban, hogy ezek a gyerekek Isten előtt többen olyan értékek, mint mi. Sőt, ők biztos, hogy meglátják az Istent, tehát ha így nézem, így is érdemes velük foglalkozni.